Nevek, monogramok és évszámok, számtalan hasonló vésést és karcolást lehet találni a nyírbátori református templom padjain. Ezeket az első és a második világháborúba vonuló fiatal katonák készítették, akik közül sokan utoljára imádkozhattak ezen padok között. Rájuk is emlékeztek vasárnap egy istentisztelet keretében a nyírbátori református templomban. Ezt követően kezdődik a megemlékezés. Ebből az alkalomból most meghívtuk a Magyar Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai helyettes államtitkár urát, dr. Ruszin Romulust, hogy ünnepi gondolatait osztta meg a gyülekezettel. Ezt követően egy emléktábla a leleplezésére is sor kerül itt a templomban, majd átsétálunk egy szükebb kör a város főterére, ott van egy 1924-ben felállított első világháborús emlékmű, és a második világháborús katonáknak a névsorát tartalmazó emlékhely, és ott megkoszorozzuk. A magyar hősök emlékünnepét minden évben május utolsó vasárnapján tartják, azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A térség országgyűlési képviselője az istentisztelettel egybekötött eseményen azt mondta, Trianonra és a hősökre emlékezve feladatunk az ország további építése. A hősök mindannyiunk példaképei, ilyen formán minden percben meg kell adni a tiszteletet nekik. Ugye a Hősök Napja az most volt egy hete, jó szívvel emlékezünk a hőseinkre, és Trianon 100. évfordulója pedig mindannyiunk számára feladatot ad. Kitartással és munka szeretettel, hőseink tiszteletével úgy gondolom, hogy kötelességünk az ország építése, és a hőseink tisztelete. A Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a megemlékezésen azt mondta, fontos felhívni a figyelmet a magyar hadtörténelem múltjára, ahogy azokra a nőkre és férfiakra is, akik az évszázadok alatt vérüket és életüket adták azért, hogy Magyarország létezzen és virágozzon. A hősök nem csak a második vagy első világháborús hősökre emlékezünk, hanem most már törvénybe van foglalva 2001-től, hogy minden olyan magyar emberre, legyen az férfi, nő, katona vagy civil, aki valami plusz tett azért, hogy Magyarország tovább létezzen. Tehát hősök vannak, a több mint 1000 éves magyar történelem bővelkedik ezeknek a számában, és azt gondolom, hogy saját magunknak is fel kell erre hívni a figyelmet, de legfontosabb talán a fiatalokat fókuszáltatni arra, hogy figyeljenek erre. Figyeljenek arra, hogy tennünk kell ezért az országért, hiszen ez a alapvető követelmény ahhoz, hogy tovább tudjunk virágozni. Az istentiszteletet követően a Nyírbátor főterén található 1924-ben felállított emlékművet is megkoszorúzták, amelyen a két világháborúban hősi halált haltak és eltűntek nevei olvashatók.